Kedves nézőink, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai műsor második beszélgető partnerét, Schneider Tamást, a Jobbik Magyarországért mozgalom elnökét, az országgyűlés alelnökét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a monori lakosokat. Egy kicsit kanyarodjunk vissza a választásokig. Mi a véleménye az a mostani legutóbbi parlamenti választáson elért eredményeikről? Nyilvánvalóan a magyar társadalomnak az a része, amelyik nem a Fideszre szavazott, egy komoly válságba került, és sokan úgy érzik, hogy egy hatalmas csalódás ez a választás. Nyilván igazuk van a maguk szempontjából, mert szerették volna az Orbán rendszert leváltani. Én azt mondom, hogy ezen a választáson alapvetően a Jobbik szerepelt a legjobban, ez azért látható az eredményekből, hiszen végülis csak 1.300.000 ember rászavazott a pártunkra, és egy olyan helyzet alakult ki, amikor minden második ellenzéki szavazó a Jobbikra szavazott. Tehát vagyunk mi egy nagy pártként ellenzéki oldalon, és vannak a többi kis apró pártok, akik tényleg csak 1-2%-kal jutottak be a magyar parlamentbe. Tehát összességében mondhatnám azt, hogy ez nem is egy olyan rossz eredmény, csak hát mi is arra számítottunk, hogy megnyerjük ezt a választást, vagy legalábbis mindenképp egy nagyon jó eredményt érünk el, és azért ez a számításunk nem jött be, ezért a csalódottság a Jobbikos szavazók esetében is tetten érhető, de én mindig azt szoktam mondani, hogy aki nagyon csalódott, hogy 2006-ban a Gyurcsány kormány megnyerte a választást, méghozzá jóval nagyobb arányban, mint előzőleg a szocialista párt, és lehet, hogy most rossz az analógia, de már az ősszel már forrongott az ország, tehát nagyon gyorsan változhatnak politikai viszonyok. Én most erre nem számítok, egyébként nem erről van szó, inkább csak azt akarom kifejezni, hogy ez az apátia, hogy besüllyedt a társadalomnak a jelentős része, az ne uralkodjon el továbbra is rajtunk, mert ez nem csak politikai szempontból rossz, hanem szerintem úgy általában a magyar gazdaság, a mindennapi élet szempontjából rossz, hogyha apátiából vagyunk süllyedve, és nem látjuk azt, hogy azért lehet egy szebb jövőt is építeni. Vona Gábor lemondásával mennyiben változott meg a párt? Jelentős mértékben. Politikai irányvonal az alapvetően marad ugyanaz, ami volt, ugyanazt a nemzeti néppárti vonalat kívánjuk vinni, amit én kiegészítettem azzal, hogy azért egy szociális nemzeti néppártot szeretnék építeni az elkövetkező időszakban, de Vona Gáborra jellemző volt és az ő időszakára, hogy a pártot igazából ő testesítette meg, hozzá kötötték a pártot. Én, bár kecsegtető lenne az, hogy hozzám kössék az én nevemhez majd a Jobbikot pár hónap vagy pár év múlva, de én azért inkább annak a híve vagyok, hogy ne egy emberhez kössenek egyetlen egy pártot, hanem több ismert arca is legyen, és erre fogok törekedni az elkövetkező időszakban. Illetve hát új politikai helyzet állt elő a harmadik kétharmaddal, ami új kihívásokat jelent a Jobbik számára, és ez mindenképp más politizálást is fog jelenteni, mint az előző időszakban. Erről azért majd egy picit később még beszéljünk, hogy milyen feladatok előtt állnak. A tisztújító kongresszus után egyfajta kilépési hullám indult el a Jobbikból. Hol tart ez a folyamat? Megállítható, tovább tart, vagy ezzel kapcsolatban van-e valami elképzelésük? Igen. A kormánypárti média az enyhén szóval nagyon megsokszorozta a számát a kilépőknek, és úgy állítja be, mintha itt egy nagyon komoly szakadás történt volna. Ez nem igaz, ezt azért nagyon fontos leszögeznem. Valóban voltak alapszervezetek, amik megszűntek, valóban voltak tagok, akik kiléptek, de azért már is jelzném, hogy 250 tag belépett az elmúlt időszakban a Jobbikba, ami egyetlen egy pártra sem jellemző, sőt van olyan parlamenti párt, akinek kb. Ennyi a össztag létszáma. Tehát alapvetően a Jobbikon belül a választásnak köszönhetően nyilván egy ilyen átrendeződési folyamat megindult, de ez tényleg viszonylag kevés embert érint, és persze nyilván sajnálunk mindenkit, aki elmegy a Jobbikból és azt mondja, hogy belefáradta eddigi küzdelembe, de mindenkit visszavárunk, aki a Jobbikkal szemben nem tesz ellenséges lépéseket, és úgy érzi, hogy rövid időre megvezették, nem úgy alakult a politikai szerveződésnek az útja, hogy ő szerette volna, ha esetleg más politikai szerveződésbe lépett, vagy hogyha megfáradt és kipihente magát, akkor várjuk a sorainkba újból. Vannak olyan kilépők is, akik mondjuk valamilyen magasabb pozíciót töltöttek be, és ott maradtak a helyükön, vagy ők teljesen lemondtak akár a mandátumról, akár egy polgármesteri székről? Embere válogatta. Volt, aki lemondott tisztességesen,
a pozíciójáról. Ilyen volt egyébként a itteni megyei vezetőnk, Pest megyei vezetőnk is ilyen személy volt, de volt, aki nem tette meg ezt. Ez mindenkinek a lelke rajta, hogy hogy gondolkodik, de én azért azt eléggé elítélem, hogyha valaki a választókat gyakorlatilag semmiben nézve, miközben megválasztották valamire, valamilyen ideológia mentén, valami gondolatrendszer mentén, és akkor más gondol, mikor már megkapta a pozícióját, és akkor egyszerűen csak nem gondolja azt, hogy vissza kellene adni ezt a pozíciót. Ez szerintem egy nagyon rossz dolog, hogy a magyar társadalomban így van, és hát mi szerettük volna, és szeretnénk továbbra is elérni azt, hogy ez ne legyen lehetőség és törvényi szinten szabályozni azt, hogyha valaki ott hagyja a politikai közösségét, és így tulajdonképpen a szavazók felé kötelezettségét is, akkor annak legyen következménye, és ne lehessen a továbbiakban abban a pozícióban. Elnökként milyen feladatai vannak most az újjáépítésben, és én olvastam egy cikket, ahol nyilatkozata szerint szeretne azoknak is bizonyítani, akik nem önre szavaztak ezen a tisztújító közgyűlésen. Így van. Ezen a tisztújító közgyűlésen sokan nem tudták pontosan, hogy milyen erőviszonyok vannak, és sokan úgy gondolták, hogy Toroszkai László lesz a megújulásnak a lehetősége, mert ő mindössze 2 évig volt alelnök, és igazából ennek volt köszönhető, hogy viszonylag magas szavazatot kapott, amin egyébként én egyáltalán nem csodálkoztam, viszont a Jobbiknak a szakadását, vagy azt a típusú politikai tevékenységet, amit most elkezdett folytatni ez a társaság, azt nem kívánják folytatni. Úgyhogy én a számukra is meg akarom mutatni, hogy az a utóbbi időszakban elkövetett néhány hiba, mert voltak hibák természetesen, ami a Jobbikot jellemezte, azokat meg fogjuk szüntetni. Ezek lehettek politikai hibák is adott esetben, mert én szerintem talán a liberalizmus felé túlságosan is itt-ott egy-egy rossz elszólás volt, és ezeket helyre kell tenni, illetve az értékrendünket pontosan meg kell határozni, én ezt nagyon fontosnak tartom. És azon kívül, a politikai hibán kívül azért volt olyan is, ami inkább szervezeti kérdésre vezethető vissza, az, hogy a kapcsolattartás milyen volt a Jobbikon belül a tagság és a vezetőség között, és ez az utóbbi 2-3 évben megint csak csorbát szenvedett, és ennek a javítását akarom elérni, ezért is vagyok egyébként most itt Monor városában, hiszen a helyi szervezettel találkoztam, beszélgettünk, átgondoltuk a jövő lehetséges megoldásait, a jövő lehetőségeit kerestük. Úgyhogy ezt fogom folytatni folyamatosan, és erre teszem rá tulajdonképpen az én elnöki munkámnak a jelentős részét. Kik segítik ebben? Nagyon sokan. Az én vezetési stílusom olyan, hogy minél több embert szeretek magam körül látni, akik megmutathatják a képességeiket, ezért is változott meg a Jobbiknak a alapszabálya, és ha nem csak elnöke van, hanem elnök helyettese is van, és őrájuk mind számíthatok természetesen, egy új elnökség jött létre, számos új személlyel, akik nagyon agilisak, és nagyon jó képességűek, ezt is hozzá kell tennem, és a frakciót is hadd dicsérjem meg, a Jobbikos frakciót, mert szerintem ma a magyar politikai palettám a legfelkészültebb, politikusok igenis a Jobbikban találhatóak, mind a 25 képviselőre nagyon büszke vagyok, nagyon szép teljesítményt nyújtottak eddig is, és nyilván sokat lehetne kritizálni, alaposan be lehetne menni a politikai folyamatokba, de azért az látszik, hogy a kormánypárt képviselői azok alapvetően nem sok tevékenységet folytatnak a parlamentben, és a megmaradt ellenzéki kis pártoknak a képviselőire is nagyon jellemző az apátia, és hát teljesen széttöredezett az ő térfelük, így igazából én azt látom, hogy most potens erőként a parlamentben igazából a Jobbik tud működni. Alapszervezetek tekintetében mennyire egységes egy-egy alapszervezet, és akkor ha már itt vagyunk Monoron, akkor a Monoriakról is szóljunk 2 szót. A Monori alapszervezet az kezdettől fogva támogatta egyébként az én jelöltségemet és azt az irányvonalat, amit én felvázoltam a akkori kampányban. Én úgy látom, most is beszélgetve a tagokkal, hogy legalábbis akik megjelentek, hogy egyértelműen azt a jövőképet támogatják, amit én felvázoltam a számukra.
Azt el tudom képzelni, hogy itt is, mint mindenhol lesznek olyanok, akik megfáradtak, és azt mondják, hogy nem tudnak most egyelőre dolgozni a Jobbiknál, de azt is tudom, hogy jönnek a új tagok, és én nagyon is számítok azokra a monoriakra, akik úgy érzik, hogy a Jobbikot támogatni kell, és akár tagként, akár szimpatizásként elmennek egy taggyűlésre, mert úgy érzik, hogy az ország sorsa nem biztos, hogy a legjobb irányba halad. Egy elég kényes témát szeretnék önnel még most megbeszélni, ez az ÁSZ felé a bírság. Remélem, hogy ezt most itt helyre tudjuk tenni, mert ebben a kérdésben is nagyon sokféle összegről, nagyon sokféle valós vagy nem valós hiedelemről van szó, és mindenki mond mindent. Hát mi az igazság? Hát szerintem nem nekünk kényes téma, hanem az állami számvevőszéknek és a magyar államnak kényes téma ez, mert egy törvénytelen bírságot szabtak ki a Jobbikra, ami ellen természetesen, mivel egyedül Európai Unió területén csak itt létezik az, hogy nincsen jogorvoslati lehetőség, ezért ugye a Európai Bírósághoz fordultunk, aminek a döntéséhez nem kell nagy talentum, hogy pozitív lesz majd a Jobbik irányába, tehát ez igazából számukra egy kényelmetlen téma, de alapvetően annyit kell látni, hogy összességében egy 660 millió forintos bírságot és szabtak ki, illetve 330 millió forintot, amit az ÁSZ-nak kellett befizetni, ennek a jelentős része már be is lett fizetve egyébként, illetve a NAV felé kell ugyancsak 330 millió forintot törlesztenünk. Itt megtörtént a egyesség és részletfizetést kapott a Jobbik Magyarországért mozgalom. Ez összességében azt kell mondanom, hogy viszonylag tiszta a helyzet, sikerült a Jobbiknak az anyagi helyzetét rendbe tenni, és én ezt tartom a legnagyobb eredménynek az elmúlt egy-két hónap történéseiből, hogy nyugodtan tudunk nézni a jövőbe, legalábbis anyagi szempontból mindenképp, mert ez rendezve lett, és hát nyilván, amikor majd az Európai Bíróság dönt, akkor pedig ezeket a pénzeket nagy valószínűséggel kamatostul visszakapja a Jobbik. A parlamenti munkában mekkora lehetőségek állnak most a Jobbik Magyarországért mozgalom előtt, hiszen igazából a kétharmad mellett ugye kisebbségben vannak. Mennyire sikerül majd javaslatokat bevinni a parlament elé? Javaslatokat be tudunk vinni, csak láthatóan túl sok foganatja nincs, hiszen most is volt egy rendkívüli ülés. Ezen a rendkívülésen egyetlen egy fideszes vagy KDNP-s politikus sem jelent meg. Én nagyon sajnálom, hogy miközben a legjobb frakcióval rendelkezünk, igazából nem tudjuk a parlamentben ezt kamatoztatni, a tudásunkat. Ez sajnos így lesz vala bárhaton az elkövetkező 4 évben. Sőt, én sokkal rosszabb helyzetekre is fel vagyok készülve a magam részéről. Meglátjuk, hogy majd meddig terjed még ez az autoriter vezetési módszer. Én inkább azt látom, hogy a Jobbik politikusainak, országgyűlési képviselőinek hozzám hasonlóan el kell menni vidékre, bár legtöbben ott laknak, hozzá kell tennem, tehát nem kell elmenniük vidékre, de a saját környezetükbe, az országban kell terjeszteni azt a gondolatsort, amit mi lefektetünk az asztalra, ami mentén politizálni akarunk, és hát bizony egy ilyen kormánypárti média túlsúly mellett pedig el kell juttatni a hiteles információkat, mert ma Magyarországon ezt nyugodtan lehet mondani, ez tény és valóság, hogy a híradótól kezdve az egész kormánypárti médiáig teljesen fals információkat kapunk, teljesen más világképet sugároznak felénk, mint ami a valóság, ami nagyon-nagyon szörnyű egyébként, és ez egy elképesztő felelőtlenség a magyar társadalommal szemben. A együttműködés, azt gondolom, hogy annak idején, amikor ugye volt a választás, a parlamenti választás, akkor több kisebb párt is igyekezett összefogni, próbálkoztak egyességre jutni, ki indítson, ki ne indítson, kinek lépjen vissza, kinek nem lépjen vissza. A Jobbik gondolkodik a jövőre vonatkozóan bármiféle együttműködésre, valamelyik párttal, és ha igen, akkor melyikkel és miben? Igen, természetesen ilyen gondolkodás elindult, már csak azért is, mert ugye miután a Jobbik megkapta az ellenzéki szavazatok felét, ezért szinte minden párt bejelentkezett, és rengeteg civil szervezet helyben, vagy lokálpatrióta szervezetek, akik a Jobbik támogatását, vagy a Jobbikkal való kapcsolatot keresik. Így ez nyilván minket gondolkodásra késztet. És mi is úgy látjuk, hogy az jó, hogyha vannak szövetségeseink, hiszen erősíti tovább a Jobbiknak a táborát,
és ki kell válogatni azt, hogy ki az, aki alkalmas erre. Természetesen ennek több része van. Első az, hogy mondjuk egy párt, vagy akár egy civil szervezet is milyen programmal rendelkezik. Ezt nem lehet megkerülni, ez az első. Mert önmagában csak azért, hogy pár szavazattal többet kapjunk, de viszont olyan dolgokat kelljen támogatni, mivel egyáltalán nem értünk egyet, azt nem teheti meg a Jobbik Magyarországért mozgalom. Ma Magyarországon politikai párt szinten én azt látom, hogy a 21. századi pártok azok, amelyekkel valamilyen szintű együttműködést el lehet képzelni, hiszen sok politikai programpontunk megegyezik egyébként. Például az LMP esetében ki kell emelnem az agrárterületet, ahol teljesen ugyanazt gondoljuk. De ki lehetne emelni a nemzetközi együttműködésükben a TTIP-nek a kérdését, ugyebár a szabadkereskedelmi egyezménynek a megkötését, ami nagyon káros lenne Magyarország szempontjából, és itt is közösen küzdöttünk ebben a kérdéskörben is. Tehát ők azok, akikkel talán leginkább együttműködés elképzelhető, hogy ez milyen formában, hol, mikor, az egy más kérdés. Nyilvánvalóan törvényjavaslatok területén egyébként a parlamentben minden párttal együttműködünk, ezt azért le kell szögeznem, ha jó törvényt terjesz be a Fidesszel is, ha jó törvényt terjesz be, akkor bármilyen egyébként baloldali párttal is gondolatát is tudjuk támogatni, de mondjuk egy választási helyzetben én nem látom annak lehetőségét, hogy a régi baloldali pártokkal bármilyen szintű összefogás legyen, mert lehet, hogy baloldali szavazóknak ez rosszul hangzik, de teljesen egyértelmű, hogy az Orbán rendszernek gyakorlatilag a fenntartói lettek a jelenlegi zsugorodó és egyre kisebb baloldali pártok. Addig, amíg 10-15%-nyi szavazatot össze tudnak szedni, addig bizony egyértelműen az Orbán rendszert tudják kiszolgálni, arról nem is beszélve, hogy sajnos ott rengeteg a fogott ember. Ezt nem akarom most hosszasabban elemezni, mert ez azért eléggé jól látható, és aki figyelt az elmúlt 30 év politikáját, az láthatta ezt. Tehát summa summarum én azt mondom, hogy bármilyen későbbi közös munka, az talán leginkább az LMP-vel képzelhető el, hiszen az LMP is elindult egy olyan irányba, ami szélesebb kitekintést mutat, és egy előteljes nemzeti irányvonalat is azt is hozzá kell tennem. Meglátjuk, hogy hogyan alakul a pártnak a sorsa, és hát persze még a Jobbikon belül is rengeteg ilyen beszélgetés, gondolatot és vitát le kell folytatni, úgyhogy ez még azért távoli jövő, így látom most a politikai helyzetet. 2018 a parlamenti választásnak az éve volt, és ez most az utolsó kérdésem lesz. A 2019-ben EU-s választás, illetve önkormányzati választás. Úgy hírlik, az látszik, mintha egy időben lenne ez a két választás. Aztán ez nem biztos, hogy így is lesz 2019-ben. Hogyan készülnek? Törvény szerint ugye két különböző időpontban kellene megtartani, de természetesen felkészülünk arra, hogy ha Orbán Viktor úgy dönt, mert ez az ő egyszemélyes döntése lesz, akkor már tavasszal, illetve hát június, május, júniusban megtörténjen az önkormányzati választás. Nem biztos, hogy az rossz egyébként a mi számunkra. A két kampánynak az együtt való lefolytatása azért számunkra is azt jelenti, hogy az energiaforrásokat egy kampányra tudjuk összpontosítani, tehát lehet, hogy még talán jól is járnánk egy ilyen helyzettel, de mivel ez legkésőbb körülbelül október végére dől el, hogy mikor is lesz az önkormányzati választás, ezért még ezen nagyon nem gondolkodunk, hogy mi is lesz és mit dönt a Fidesz ebben a kérdésben. Nagyon szépen köszönöm, további jó parlamenti munkát kívánok önnek. Én is köszönöm szépen a meghívást.